Csak figyeljétek az intrót, aztán visszatérünk arra, hogy mit is láttatok. Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Na, hogy tetszett az előző kis intro? Még egy kis zene mehetett volna, és meg is lett volna a tökéletes sniper montázs. Nos, okkal készítettem ezt a kis intrót, mert a mondani valómhoz majd vissza fog kapcsolódni az a kis videó. Ugyanis valaki írt nekem egy levelet, hogy hát csináljak már az agresszív sniperkedésről Battlefield 4-ben egy videót, mert ő is azt szokta csinálni, és hát gondolom, szeretné egy kicsit jobbat csinálni magából. És akkor itt ragadom meg azt az alkalmat, hogy én úgy gondolom, hogy Battlefieldben agresszív sniperkedés fogalom létezik, de játékstílus nem teljes mértékben lehet agresszív, úgy gondolom. Tehát egy nagyon agresszív játékstílus Battlefield 4-ben sniperrel sikeresen alkalmazni nem teljes mértékben lehet. Ezt így gondolom. Másik pedig, hogy láttátok azt a kis intrót, és azt hiszem, tehát az első tippféleség és magyarázat, hogy azért fölmegy az ember YouTube-ra és nézeget videósoknak a videóit, és látja a különböző fantasztikusan csodálatos killeket, és azon gondolkodik, hogy hát a fene, hát ő is jó sniperes, miért nem tudja ő is így csinálni? Na most azért, mert a videósok többsége a legjobb jeleneteket rakja föl a YouTube-ra, és ezért igazából nagyon hosszú idő után újra belefogtam én is ugye emiatt csinálni egy agresszív sniperes videót, és ez a videó, amit most itt láttatok, ez úgy érzem, hogy híven tükrözi azt a valóságot. A mindazok számára, akik agresszív sniperkednek, illetve szeretnének belekezdeni. És az első és legfontosabb momentuma ennek az agresszív sniperkedésnek, hogyha eddig nézte YouTube videósokat arról, hogyan agresszív sniperkednek, akkor ne tévessze meg. Tehát, hogyha van egy videós, akit én ajánlok, most már nem mondjuk Battlefield-del foglalkozik, de az a neve, hogy Pawn Star for Hire, ő neki volt egy olyan sorozata, hogy agresszív sniper, és ott tökéletes mértékben láthatjátok gyakorlatilag ugyanezt a játékot. Amit itt, ő is egy nagyon jó Battlefield játékos, mindig is koddal kezdte valamikor, ő is pro Battlefield-es lett, és nagyon tudott csipával is játszani, és volt egy sorozat, ahol agresszív snipert játszott, de ő vágatlanul töltött fel videókat, mint ahogy itt is láthatjátok, tehát amit látjátok, ez apró kis jelent, ami itt is mond, simán be lehetett volna menjen egy montásba, egy videóba, bárhova, mert úgy, de jó, zsinórba eltaláltam néhány embert. Nos, az első tipp, gondold végig, lehet, hogy te már régóta rendelkezel mindazzal az összes tudással, ami kell ahhoz, hogy agresszív sniper legyél, csak egyszerűen, hogyha egy videóst nézel, akkor azt látod, hogy te neked nem megy ez olyan jól. Pedig valójában lehet, hogy megy. Ezt meg kell nézni. Hogy jön ez ide? Úgy, hogy aki agresszív sniperkedésbe kezd, srácok, az fel kell fognia először is, hogy sokat fog halni. Miért fog sokat halni? Egyrészt, mert még lehet, hogy az izommemória nincs megszokva a gyors headshothoz, Battlefield-en belül, ugye? Nincs hozzászokva ahhoz, hogy gyorsan headshotra mérje, nincs még egyáltalán hozzászokva a célzáshoz, szóval az kell idő és gyakorlás. A másik pedig egy bolt action rifle-ről van szó, tehát minden egyes lövés után fel kell húzni, betölti a golyót, stb. Ez egy lassú folyamat. Nincs időd a sok gépfegyver között gyorsan reagálni mindenre. Ezért az agresszív sniper egy kicsit úgy gondolom, hogy nem tud teljesen agresszív lenni Battlefield 4-en belül. Erre is rá fogunk térni egy kicsit később. A következő nagyon fontos dolog, tehát meg egyszer mondom, ne felejtsd el, lehet, hogy már minden tudásod megvan ahhoz, hogy agresszívan játsz, csak egyszerűen megtéveszt az, amit látsz mondjuk egy YouTube-on, egy videóstól. A másik pedig ha agresszív sniperkedésbe fogsz, néhány fontos dologra kell ügyelni, azt hiszem, hogy ez viszonylag egyértelmű. Olyan csipát kell választani, aminek gyorsan tároz újra, és gyorsan húzza fel, és tölti be újra az,
a következő golyót. Vegyük például a kokáért egy Scout Elite-et. Scout Elite talán a leggyengébbet sebzi a csipák közül, viszont gyorsan tölti be a golyót, gyorsan tároz újra, könnyű, gyorsabban fut a karakter, gyorsabban van időd reagálni a dolgokra, bár közelső sebez ugye 100 környékén, de az agresszív sniperkedésnél ez nem is olyan nagy baj, mert mondjuk 50 méter fölött már nem nagyon lövünk, maximum 100 méterig tartozik bele az agresszív sniperkedés távolsága, ezért egy létfontosságú dolog, hogy nálad legyen mindig az a pisztoly, amivel a legjobban tudsz lőni és célozni. Mert hogy ha az első csipa nem talál, vagy talál, de csak hitmarker, elő a pisztoly, dir. Tehát az agresszív sniperkedésnek fontos kelléktára a pisztoly egy az egyben. Ha jól bász a C4-jel, a C4 is megteszi, de muszáj, hogy egy olyan csipát válasz, ami nem például a Gol Magnum, csak én most ezt challenge-elem, most hogy kötöttem az ebet a karóhoz, úgyhogy mindenképp érdemes egy olyan csipát választani. Szkópok terén ez nagyon változik mindenki, én nagyon kényelmesen érzem magam a 8-szoros szkóppal, a straight pull-lal hozzá mellé, és gyakorlatilag nálam ki is lőtte a legfontosabb dolgokat, úgyhogy egy 8-szoros szkóp straight pull szoktam használni, az esetek 95%-ában nagy ritkán berakok egy acogot, kinek hogy mi kényelmes, én a 8-szorosat választom. És az előbb mondtam ugye, hogy Battlefieldben úgy gondolom, ha bár létezik egy ilyen fogalom, hogy agresszív sniperkedés, de úgy gondolom, hogy amit takar ez a fogalom, nem teljes mértékű agresszív sniperkedés. Mivel, hogy ugye Battlefieldben nem tudsz, ha berohansz egy sniperrel az objektívra, hogy te most szászlót foglalsz, te most ott leszedsz 5 ellenfelet, nem fog menni. Tehát nem azért nem fog menni, mert nem vagy elég skilled játékos, azért nem fog menni, mert fizikailag lehetetlen, mert sok gépfegyveres van körülötted, és ők is reagálnak az eseményekre, meglátnak téged, mire te egyet le fogsz lőni, a másik már hátba fogsz tenni. Szóval legtöbbször ez így néz ki, ha bemész a csapattársadra, hogy te most foglalsz, nem az fog lelőni, aki veled szemben van, mert azt leszeded, az fog lelőni, aki ott van oldalt, vagy a hátad mögött. Úgyhogy agresszív sniperkedésnek vannak ilyen hátulütő is. Ezért is mondtam el az egyik még régebbi videóban, aki szeretne keressen rá, az a cím, hogy félagresszív sniper tippek, szóval hogy beírjátok YouTube-on, hogy Necrocream félagresszív sniper tippek, akkor ki fogja dobni azt a videót, egy Paracelstormos videó lesz, ahol azt javasoltam ugye a játékosoknak, hogy vegyenek fel egy kicsit ilyen magányosabb farkas útvonalat, figyeljék a radart, figyeljék a radaron a saját társaik mozgását, és figyeljék a radaron az ellenfeleik mozgását, célozzák meg a pálya külső részét, mint egy ilyen háttérjátékos, kísérjék a társaikat, ahogy ők nyomulnak előre, lassan úgy mehet maga a csipás is előre, és iktathatja ki az útban lévő, a fennmaradt, a fennakadt játékosokat, vagy éppenséggel megtisztíthatja az előlévő utat, hogy ő is majd könnyedén be tudjon nyomulni arra az adott pontba. Szóval én úgy gondolom, hogy Battlefieldben egy efféle agresszív sniperkedés lehet ehhoz, hogy nem berohanunk kifejezetten a pontra, mint ahogy itt sokszor láttátok tőlem is, tehát ez a videó azért bizonyíték arra, hogyha berohansz a közepébe a csatának, nem sokáig fogsz életben maradni. Már azon kívül, hogy még nekem a reflex memóriám nem igazán állt be csipára, mert rég lőttem bele, de minden esetre erre kell felkészülnötök, szóval ja. Nagyjából ennyi lett volna, ez egy ilyen kis frissítős videó azoknak, akik agresszív sniperkedésbe szeretnének fogni, vagy abba fogtak bele, mert azért készüljenek fel, tehát még egyszer összefoglalóan. Lehet, hogy egy videóstól azt látod, hogy hű, de profi, de lehet, hogy már rég neked is megvan az össze, tehát minden tudásod ahhoz, hogy agresszív sniperkedj, csak egy videóstól te mindig a legjobbat látod, sosem azt, amikor nem sikerül neki. A másik pedig válasz egy olyan csipát, ami gyors, amivel gyorsan lehet reagálni. A kézi fegyvered az elengedhetetlen tulajdonképpen, hogy mindig ott legyen kéznél, tehát egyet lősz, ha mellé lősz, ha eltalálod, bim, megvan a shot. Na, a következő pedig, mint mondani, egy olyan aprócska szerep, hogy ne egyszerre a gépfegyveres társidon nyomulj be a pontra,
hanem egy kicsit távolabbról kísérd őket, tisztítsd meg az utat, és szedd ki a fennmaradt ellenfeleket, mert mindig ők fogják okozni neked a meglepetéseket. Szóval, ja, azt hiszem, hogy ennyi lett volna egyelőre. Ha van még kérdésetek ezzel az agresszív sniperkedéssel kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyétek föl, és igyekszem, megpróbálom megválaszolni. Köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!